Köszöntjük Önöket a Mintagazda októberi számában. Nézzük e havi témáinkat. Az agrárszakemberek szerint Magyarországon egyre nehezebb gazdaságosan burgonyát termeszteni. Az ágazat hanyatlásának okait és a lehetséges megoldásokat is bemutatjuk. 2017. január 1-től naponta kell készletnyilvántartást vezetniük a kereskedelmi pálinka főzőknek. Az uniós jogszabályok azt a változásokat ismertette a Pálinka Nemzeti Tanács. Egy javaslat szerint olcsóbb lehet a növényvédelmi gépek felülvizsgálati díja. Elmagyarázzuk a nyilvántartásba vétel lényegét. A biogazdálkodóknak és a kistermelőknek meg kell tanulniuk, hogy ne csak előállítsák a termékeiket, hanem azokat feldolgozott formában is megpróbálják értékesíteni. Mezőgazdasági stratégiák a Mintagazdában. Folyamatosan csökken a hazai burgonyaültetvények területe Magyarországon. Az agrárszakemberek szerint pedig egyre kevésbé lehet gazdaságosan burgonyát termelni. Az ágazat hanyatlásának oka, hogy egyre kevesebben értenek az érzékeny és könnyen romló növényhez, az utóbbi évek időjárása pedig egyáltalán nem kedvez a termesztésnek. Az idei évben a termés nem volt kiemelkedő, és az időjárás is nehezítette a gazdálkodást. Az egyik általunk meglátogatott vállalkozás vezetője szerint azonban a felkészült termelők elfogadható minőségű és mennyiségű burgonyát tudtak betakarítani. Hát az idei év sok szempontból különleges volt az előző évekhez képest. Jól indult, elmúlt évben nagyon jó volt, azt lehet mondani, az ár, és sokan úgy gondolták, hogy érdemes a burgonya termesztésbe fogni, mert ez az az ár, ami tavaly volt, talán fog folytatódni. Indulásnak nagyon nehéz volt a tavasz, mert esős, hűvös volt, és elég nehéz volt a vetési időszak. Utána azonban a virágzás előtti időszakban következett egy meleg szakasz, júniusban, és akkor viszont szükségesé vált az öntözés, mert az előző évi aszályos időjárás miatt vízhiány alakult ki, és aki ezt az időszakot meg tudta fogni, hogy tudott júniusba öntözni, az jól járt tulajdonképpen. Aztán következett a július megint egy esősebb időszak. Erről viszont azt kell elmondani, hogy nagyon sokan korai vetőburgonyát ültettek, és ugye a korai vetőburgonyának a tenyész időszaka, hát a betakarítás egy kicsit megcsúszott. Az őszi, mostani időszak pedig megint egy ilyen vegyes képet mutat, hogy aki betakarította augusztus végén és szeptember elején, az jó körülmények között be tudta takarítani, hát most meg hátráltatja ez a jelenlegi esősebb időszak. A körösszességben mi mondható el, hogy milyen volt ez az év és milyen a minősége a betakarított burgonyának? Hát az időjárási tényezőkhöz hozzá kell tenni feltétlenül, hogy meg kellett tudni védeni a burgonyát. Aki nem figyelt oda a permetezésre, és sajnos jellemző volt, hogy elég sok helyen a fitoftóra elvitte a termésnek a jó részét, mert tudjuk, hogy a fitoftóra, hogyha megjelenik, és utaltam itt a júliusi esősebb időszakra, akkor ott azonnal kell védekezést csinálni, növényvédelmet csinálni, hogy ne tudjon tovább terjedni. Na most a felkészületlenebb termelőknél ez komoly gondot okozott, aki meg odafigyelt, annak az pedig jó minőségbe tudta tulajdonképpen a burgonyát betakarítani. Esik ugyan vissza a burgonyatermelés, de a nem kellő gépesítettség miatt szükség lenne munkaerőre. Most is előfordult, hogy kiforgatták, mert nem saját gép volt, hanem bérgépet hozott az illető, és nem volt, aki összeszedje. Tehát át kell gondolni az egész technológiát a jövőre nézve, gépesíteni kell, mert csak az fog tudni fennmaradni, aki ezt meg tudja oldani, mert egyre kevesebb ember van, aki össze tudja szedni a burgonyát, mondjuk a régi módon betakarított rendről például. Nincs, aki zsákoljon, tehát ez elég nagy problémát fog okozni, és mindenképpen el kell mozdulni a komolyabb gépesítés irányába. Önnek mik a tapasztalatai, hogy a termőterület hogyan változik, és hogyan befolyásolja ez, vagy éppenséggel fordítva ezt, az, hogy a burgonyának az ára is változott az elmúlt években? Hát a megyébe, országosan is és a megyébe is sajnos csökken a terület. Hát nem beszélve a szaporítás, hogy szaporító terület szinte nincsen, szaporító gazdaságok nincsenek. Tehát ez ugye rányomja a bélyegét arra, hogy szinte importból kell megoldani a vetőburgonyát, és ugye nagyon drága a vetőmag. Tehát egy 30-40 forintos burgonyánál meggondolandó, hogy nem szabad
olyan módon a piacra. Tehát visszafelé gondolkodva, a piacból kiindulva kell a termelésünket hát alakítani, hogy hova fogom tudni eladni, ezt előre át kell gondolni. Ahol a minőség gyengébb, sajnos ott az ár is gyengébb, de ahol jó a minőség, úgy tapasztalom, hogy ott viszont az ár is hát jobb. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évekhez képest is versenyképes a minőségi burgonyának az ára? Úgy versenyképes, hogy legalább azért a 40 tonnát meg kellene közelíteni hektáronként. Csak sajnos ugye ezt nem sokan tudják megcsinálni. Ehhez kellene több szaktanácsadás, felkészültebbek lennek, felkészültebben kell a termelőknek is hozzáállni, és nem kell sajnálni a legújabb dolgoknak utána nézni. Nekünk az Europlantnak a Facebookon és az interneten is indult egy ilyen sorozat. Például most, ha valaki megnézi, akkor a tárolásról van komoly instrukció, és ezt folyamatosan meg tudják nézni, utána tudnak nézni a honlapunkon, és abból tudnak tájékozódni. Az idei évben a gyenge minőség és a termés átlag mellett a felvásárlási árak alakulása jelenti a legnagyobb problémát az ágazatban. Nagyon adott kellett viszont figyelni a növényvédelemre, mert aki nem figyelt oda, különösképpen a fitoftóra érzékeny burgonyákat hamar elvitte a fitoftóra. A felvásárlási árak azok viszont nagyon-nagyon mély ponton vannak. A tavalyi 80-100 forintos árhoz képest 30-40 forintokat adnak a termelőknek, és sajnos megint a kereskedőknél csapódik le az óriási ár is. Az idei burgonya árakat, hogyha megnézzük, amit az üzletekben lehet kapni, semmivel sem olcsóbb, mint a tavalyi, viszont mi a felét kapjuk a termésért. Jelentős mértékben biztos, hogy nem fog ez az alacsony felvásárlási ár emelkedni. Tudnélik, hogyha behozzák megint a lengyel burgonyát, akkor könnyen elképzelhető, hogy még ez az ár még lejjebb van. Pedig itt Magyarországon is vannak ígéretes magyar fajták is. A klímánk a sajnos nem egészen felel meg a burgonya termesztésnek, mivel van ez az iszonyatos nagy légköri asszály, ami ebben az évben is jelentkezett, de több szempontból nem tudjuk felvenni például a lengyelekkel a versenyt, amíg Európa egyik meghatározott burgonya termesztés. Van-e kilátásban olyan lehetőség, ami ezt árnyalná? Tehát például vannak olyan fajta kísérletek nálatok, ami az időjárás viszontagságait kiküszöbölné? Hát a fajtáknál, mivel ez köztudott, hogy a burgonya egy nagyon vízigényes, illetve tápanyag igényes növény, éppen ezért öntözés nélkül abszolút semmilyen körülmények között nem tanácsolom senkinek sem, hogy burgonya termesztésbe belekezdjen. A fajták közt, hát vannak, amik valamivel jobban bírják a szárazságot, illetve ellenállóbb gombabetegségeknek, de lényegében azt kell mondani, hogy burgonya nem egy száraz körülmények között való termesztésre ajánlott. Nem túl rózsás a helyzet a burgonyágazat, mert tudnék évről évre csökken a burgonyának az ültetési területe. Most például a legutóbbi adatokat, ahogy olvastam, ilyen 8-9 ezer hektárról beszélnek, ami ellenésző. Nyáron még ilyen 10-valány ezer hektárakat mondtak. Nyáron, amikor volt itt a bemutató, közel 400 ember jelent meg, akkor még mindenki optimista volt. Ez az optimizmus sajnos, ahogy elkezdtük betakarítani, az árral nagyon-nagyon lecsapódott. Egy Európai Uniós szabály szerint pontosítani kell az újfehértúj megypálinka, a szatmári szilvapálinka és a szabolcsi almapálinka műszaki leírását. Az új jövedéki törvény értelmében pedig a forgalom arányában változik a cégek bankgarancia elszámolása is. A Pálinka Nemzeti Tanács a változások miatt összehívta a megyei főzdék tulajdonosait, hogy közösen fogalmazzák meg a helyi pálinkák sajátosságait, valamint hogy mindenki időben értesüljön a változásokról. Igazából egy előzménye van, a Pálinka Nemzeti Tanács kapott Brüsszelből egy felhívást a szatmári szilvapálinkának a műszaki leírásával kapcsolatban, bizonyos kérdéseket tettek föl, és én úgy gondoltam, mint a Pálinka Nemzeti Tanácsnak a tagja, hogy ezt nem hiszem, hogy a minisztériumnak, Budapesten élő embereknek kell eldönteni, hogy milyen módosításokra sor kerüljön, hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő kereskedelmi pálinka főzdéknek kell erre javaslatot tenni, véleményt formálni, és ezt kell fölterjesztenünk úgymond Brüsszel felé. Ezért került sor egyrészt a másik napi rendi pontnak a megbeszélésére, megtárgyalására, és ugye ez szervesen kapcsolódik a mai naphoz. Ugye a jövő január 1-től a jövedéki törvény 22 év után elég komoly változáson megy át, ami szintén érint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve az egész Magyarországon élő kereskedelmi főzdéket, és ezt a két dolgot így összekapcsoltuk. Ha már egy
érinti mindkét terület az itt jelenlévőket, remélhetőleg minél sok többen leszünk, akkor ezt egy kalap alatt, vagy egy füst alatt el kell rendeznünk ezt a dolgot. Tehát igazából ez a mai napnak a jelentősége. Az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Magyarországon lévő 142 kereskedelmi pálinka főzde közül 20-an Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgoznak. Tehát ez elég komoly arányt, elég komoly súlya, jelentőséggel bír. Arról meg nem is beszélve, hogy a kereskedelmi legmeghatározó főzdéknek a komoly része szintén a megyében található. Panyola, Tarpa, Zsindelyes, Várdadrink, ha csak a legfontosabbat említem, tehát úgy gondolom, hogy ennek itt van helye, itt van Nyíregyházán a helye, és a Pálinka házában természetesen. És lehet arról tudni valamit, hogy ez a műszaki leírás ez miben fog változni, vagy mi az, amire ki akarnak térni a mai pontban? Igazából vannak benne olyan technológiai eljárásra vonatkozó kérdések, tehát például az ágyas pálinkának, hogy benne legyen-e, vagy csak a sima fehér fahordós érlelési pálinka. Tehát ilyen jellegű kérdésekre kell válaszolni, illetve lehetőség nyílik esetlegesen a területnek a kibővítésére, vagy hát nem tudom, hogy milyen kérdések fognak itt elhangzani, tehát sok mindenre lehetőség van, a brüsszeli eljárás rendelre lehetőséget biztosít, ezt meg kell beszélnünk, és amit a többség akar, vagy a többség akarat képvisel, azt fogom fölterjeszteni. Tagja vagyok a Pálinka Nemzeti Tanácsnak, a Magyar Pálinka Lovagrend delegáltjaként, és hogy a megyében élőként nekem a kötelességem ez, én úgy gondolom, hogy az itt élőknek a üzemi érdekeit képviseljük, és az kerüljön vele, ami nekünk jó, és ami a piaci, a gazdasági helyzetnek megfelelő, ugyanakkor a történelmi múltját ennek a három terméknek, ami a Szatmári Szilvát, a Szabolcsi-Almapálinkát, illetve az Újfélhetői Meggyet akarja. Ugyanis a hat földrajzi jelzés alatt álló termékből, a hatból három a megyébe található. Ezért is van ennek nagyon-nagyon fontos jelentősége a mai napnak. 2017. január 1-től a jövedéki törvény szinte teljes egészében megváltozik, ami az összes kereskedelmi pálinka főzde hétköznapi életére hatással lesz. A főzdéknek alapvetően a nyilvántartás vezetési kötelezettségei változnak meg, illetve garanciális feltételeknek a nyújtása, illetve garanciális feltételek számításának a változása, ami az alapvető változás. Na most a nyilvántartás vezetési kötelezettségre például jellemző, hogy a kereskedelmi főzdék esetében az eddigi havi adatszolgáltatást leváltja a napi adatszolgáltatási kötelezettség. Minden egyes nap a készletén lévő jövedéki termékről adatot kell szolgáltatni, ami eddig csak havonta volt, ez most már akkor napi szintű emelkedett. Változik ezzel kapcsolatban még a garancia számításának módja, az eddigi termeléshez kialakított garancia nyújtás. Jelenleg a szabályozás szerint, a jövőben pedig ez a garancia pedig az adófelfüggesztés alatt lévő jövedéki termék adótartalmának, illetve a adott hónapban szabadforgalomba bocsátott jövedéki adótartalomnak az alapú vételével kerül megállapításra. Ez mit jelent majd a hétköznapokban, hogy a pálinka főzdékben a pálinka ára fog-e változni? Előre láthatólag nem fog változni. Ez olyan jellegű adminisztráció kötelezettséget jelent megítélésem szerint, amely a főzdék szempontjából anyagi terhet nem jelent, inkább adminisztrációs terheknek a növekedése, és azt szerintem nem fog változást jelenteni. És akkor jól értem, hogy ez a kereskedelmi főzdék és a kisüsti bérfőzdék számára is? Ez legfőképpen a kereskedelmi főzdék. A bérfőzés keretében nem változik olyan mértékben a jövedéki adótörvény. Náluk marad a mostani minimális biztosíték, illetve egy-két adminisztrációs tehernek a növekedése várható, de ezek megítélésünk szerint ez szintén nem fogja befolyásolni a bérfőzés sem. Egy uniós előírás alapján hazánkban is kötelező a növényvédőgépek rendszeres felülvizsgálata. A magyar jogszabály szerint november végéig az összes permetezőt nyilvántartásba kell venni, csak azután kezdődhet el a műszaki vizsgálat, amely három évenként aktuális. Az Országos Növényorvosi Kamara vállalt el, hogy ezeket a növényvédőgépeknek a műszaki felülvizsgálatát elvégzi, és olyan áron próbáltak megjelenni a piacon egyedülállóként, amit a gazdák nem tudtak elfogadni, és jelzéssel értek az Agrárgazdasági Kamara felé. Mi ezeket a jelzéseket eljuttattuk az Országos Kamara elnöke felé, aki egy levélben fordult a Fazekas Sándor miniszter úrhoz, aki illetékes ebben dönteni, és arra kértük, hogy
vonja vissza azt a rendeletet, amit a növényorvosi kamara elvállalt, hogy a gazdák számára egy elfogadható, szolidabb áron és egy kisebb terheléssel járó felülvizsgálattal próbáljuk ezt megoldani. Nem is biztos, hogy a növényorvosi kamarának kell ezt a feladatot ellátani. Egy oldalon, ugyanis műszaki felülvizsgálatról van szó. Én úgy gondolom, hogy azok a forgalmazók, akik ezeket a gépeket behozták az országba, illetve a falugazdász hálózat szakembere is, vannak műszaki végzettségű embereink is, akár növényorvos is van az agrárgazdasági kamaránál. Ha egy olyan szándék vezérel bennünket, hogy valóban a növényvédőszer felhasználást akarjuk pesticidebbé tenni, nem a pénz, az anyagi része lebeg előttünk, én úgy gondolom, hogy tudunk olyan lehetőséget biztosítani, ahol ezt jóval, olcsóbb áron és ugyanilyen biztonsággal meg tudjuk oldani. Hány évente kell ezeket az eszközöket felülvizsgálni? A megyében körülbelül hány ilyen eszköz van, és mennyibe fog vajon kerülni el? A megyében, mink a falugazdász hálózaton keresztül megszámoltuk, ez ilyen 6000 közeli permetezőgép van csak ebben a mi megyénkben. Ennek a felülvizsgálata most a szórókeret nagyságától függően a 35.000-től a 65.000 forintig kerülne, ha a jelenlegi méréseket végeznénk el rajta. Ellenben, hogyha a kamara végezni? A kamara ezt szeretné ennek akár az egyharmada vagy egynegyedére leszorítani ezeket az árakat. A javaslatot hamarosan tárgyalják, így akár néhány hét múlva módosíthatják a felülvizsgálatról szóló jogszabályt. Biogazdálkodás, ökotermesztés, őshonos tájfajták és egészséges táplálkozás. Ezekről szólt a Nyíregyházi Egyetem háromnapos konferenciája október elején. A rendezvényen elhangzott, az ökológiai gazdálkodás a mai vidékgazdasági, társadalmi fejlődésének fontos eszköze, az egészséges, preventív hatású táplálék kibocsátása pedig a 21. század népegészségügyének egyik legfontosabb kérdése. Igen, tudnék, egy óriási érték a magyar agráriumnak a megőrzött régi fajták készlete, és az, hogy elérjük őket, nagyon-nagyon értékek vannak a vidéken is, és a génbankokban is. Mivel ezek a fajták a biogazdálkodás körülményhez nagyon hasonló körülmények között jöttek létre, hiszen őseink sem műtrágyát, csak kénanyagokat nem alkalmaztak, hanem azt a gazdálkodási rendszert modernizáltuk, amit ők annak idején használtak, ezért ezek az őshonos fajták és tájfajták, ezek otthon vannak a biogazdálkodás körülményei között. Hogyha azt szeretnénk, hogy az állapotukat megtartsák és szerepet vállaljanak az emberek táplálásával későbbiekben is, akár nemesítési alapanyagként, akár a megőrzött formájukban, akkor meg kell őket őrizni, és ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés a biogazdálkodásnak, hogy ezeket a feltételeket biztosítsa. Ez meg is történik, és ma is a gyakorlatban a biogazdák nagyon-nagyon szívesen nyúlnak sokszor ezekhez a régi fajtákhoz. Ismerünk olyat, aki generációk óta őrzi a káposztamagot, a paradicsommagot, és mindig megfogja a legjobbat, és teszi el újra, adja a társaknak, a szomszédoknak. Tehát most is zajlik egy ilyen helyszínen tört folyó génmegőrzés, amelyeknek a biogazdálkodás biztosítja a legjobb feltételeit. Tehát ez a bíról én beszélni fogok a mai konferencián. Egyébként Szabolcs megyében a biogazdálkodás mennyire elterjedt, és itt beszélhetnénk egy kicsit arról, hogy az egyéni szinten, tehát például a kiskertekben otthon, illetve ipari szinten is. Igen, amit ugye igazán mi képviselünk, az a áruelőálltó biogazdálkodás, akik a piacra viszik a termékeiket, hiszen nekik kell egy tanúsítványt mutatniuk, hogy ők úgy csinálták, de abszolút nem elhanyagolható a kiskertbe folyó ilyen munka is, hiszen ott lehet a legtöbb hasznot hozni a biogazdálkodásból, a család megvédi a saját egészségét, megtermelni kiváló egészséges élmiszert, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Ez a vidék nagyon jól áll a biogazdálkodásban, itt a kézimunka igényessége jellemző a terméknek, hiszen nem nyomírtókat használnak, hanem kézzel művelik, odafigyelést igényelnek, úgyhogy ez egyik fővárosa lehet mondani, a magyar biogazdálkodásnak Nyíregyháza. Ilyen szempontból nagyon-nagyon jó helyen van a konferencia, és hát nagyon nagy erőssége még a biomódon termelt alma is, ami egy művészet a saját szakterületén egy vegyszerhez képest, aki 15-20-30-szor permetez, mi meg akkor, amikor kell, és azzal, ami mégis jó, hát ez egy nagyon-nagyon szép terület. És itt fel is merül a kérdés, hogy mennyire lehet ezt a biogazdálkodást fenntarthatóan végezni, és ugye most arra gondolok, hogy számos új kártevő ellen, vagy betegség ellen védekezni kell, ugye, amik mostanában ütötték fel a fejüket.
Ez mennyire fenntartható? Ez a régiek jól védekeznek a fajtáink, hiszen természetesen a képességük van úgy alakult ki, és ez nagyon nagy problémát jelent tényleg a biogazdálkodásnak, az olyan előbukkanó károsító kórokozók és kártevők, amelyek nincsenek fölkészülve. A biogazdálkodásban is vannak nagyon-nagyon jó készítmények, amelyek felhasználhatók. Sok esetben ezek hatékonyabbak is lehetnek, mint a kémiaszerek, ritkán alakul rezisztencia ki velük szembe, és így tovább. És elsősorban azok a hatékonyak, amik a növény ellenálló képességének a megemelésével érik el az eredményt, és ezeknek a hatása általában szélesebb körű, mint egy fajra irányuló hatás. Úgyhogy vannak lehetőségek, de tényleg nagyon nagy kihívás most az új fajoknak a megjelenése az egész hagyományos gazdálkodásban, de a biogazdálkodásban is. A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének igazgatója szerint a konferencia lehetőséget nyújt arra, hogy az őshonos és ökotermesztéshez szükséges tudást szélesebb körben is megosszák egymással. Igazgató úr, a konferencia témáival kapcsolatban a Nyíregyházi Egyetemen milyen előrelépések, illetve fejlesztések várhatóak, illetve vannak már most folyamatban? A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében agrárképzési területen elsősorban agrármérnököket és mezőgazdaság és élelmiszeripari gépészmérnököket képzünk. Ezekbe a tantervekbe kívánjuk beépíteni az itt elhangzott új ismeretanyagokat, új kutatási eredményeket, és erre mindig is kiemelt hangsúlyt fektetünk, hogy az új eredmények megjelenjenek a képzési palettánknak a tanterveiben is. Jelent-e ez egy másfajta vagy újfajta képzést is esetleg? Természetesen a képzések megújítása soha nem történhet egyik napról a másikra. Ebben az évben megjelentek az új képzési és kimeneti követelmények. Ezek alapján természetesen át kell gondolnunk, át kell néznünk a jelenlegi képzési kínálatunkat és struktúránkat, és ennek a folyamatnak a része lehet az, hogy ezeket az új ismeretanyagokat beépítjük az oktatásba. És természetesen a duális képzés a másik ilyen terület, amit kiemelt prioritásként kezelünk az intézetben. Esetleg konkrétumok vannak-e már, hogy mely területeket fogják érinteni ezek a jövőbeni képzések, vagy mire szeretnének fókuszálni? Jelenleg duális képzésben gépészmérnöki, közlekedésmérnöki és mezőgazdaság és élelmiszeripari mérnöki képzésben lehet jelentkezni nálunk, hozzánk, és természetesen terveink szerint a jövő évtől elindítjuk a mezőgazdasági mérnöki képzésben is a duális képzést. Az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár a konferencián elmondta, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai terület az ország szempontjából, ezért az oktatás átalakítása és a kistermelők lehetőségeinek szélesítése is kiemelt feladat. Azt gondolom, hogy az oktatási rendszer az elmúlt években olyan változáson ment keresztül, ami a szakképzés segíti és erősíti. Tehát azok, akik valamilyen szakmát szeretnének tanulni, azok számára újabb kapukat nyitott meg. Beszélhetünk akár a középfokú oktatásról, akár a felsőoktatásról, ez mind a két területen így van. És ez azért is nagyon fontos, mert mindenhonnan azt halljuk, hogy szükség van jó szakemberekre, jó szakmunkásokra, jó mérnökökre. És ez a konferencia arra is alkalmas egyébként, hogy egy olyan területen, ami Magyarországon stratégiai terület, mezőgazdaság azon belül is az élelmiszergazdaság ügyét járja körbe, és azok a szakemberek, azok a leendő szakemberek, akik ebben érintettek, azok érdekes és hasznos előadásokat hallgathatnak meg. Ugye említette a megnyitó beszédében is, hogy nagyon fontos az egészséges élelmiszer, az élelmiszergazdaság. Ezzel kapcsolatban várható olyan fejlesztés, ami esetleg már látszik, de még nem kézzelfogható az oktatás területén, tehát lesznek új szakok például? Mind a felsőoktatás, mind pedig a középfok területén a közelmúltban került áttekintésre a képzési kínálat, és több változat is bevezetésre került. Például a középfok oktatásban a korábbiakhoz képest nagyobb súlya jelennek meg az élelmiszeres szakmák. Itt kifejezetten, amire szeretnék célozni, az a kistermelő élelmiszer előállítás, amiben én azt gondolom, hogy nagy perspektívák vannak. Nyilvánvalóan fontosak a nagy üzemek az élelmiszergazdaság szempontjából, de jó lenne az, hogy minél több kistermelő kezdene azzal foglalkozni, hogy nem csak megtermeli a javakat, hanem azokat feldolgozza és meg is próbálja és értékesíteni is próbálja. Ez egyébként Európai Uniós források is rendelkezésre állnak. A vidékfejlesztési programban mindegy 300 milliárd forint összeg van elkülönítve az élelmiszergazdaság fejlesztésére, és emellett hozzávesz egyébként, hogy a foglalkoztatottság nőtt, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy olyan pálya, amit érdemes választani. Ez a megyében mekkora jelentőség? Úgy arra gondolok, hogy mezőgazdasági megyéről van szó nagyrészt, és hogy nyilván nem csak a fiataloknak lehet ez egy érdekes irány.
Azt gondolom, hogy sokat beszélünk róla, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének valóban az egyik legfontosabb kitörési pontja az a mezőgazdaság, és én ezt hozzátenném azt, hogy nem csak maga a javaknak a megtermelése, hanem a feldolgozása is, tehát ami igazából kitörési pont az nem is a mezőgazdaság önmagában, hanem az élelmiszergazdaság. Tehát azokat a javakat, amit itt a megyében megtermelünk, jó lenne minél nagyobb mértékben itt helyben sikerülne feldolgozni, és utána hazai vagy külföldi piacokon értékesíteni. Azok a pályázati lehetőségek, amik megnyíltak az elmúlt időszakban, azok erre lehetőséget biztosítanak, és én bízom benne, hogy itt a megyében minél több sikeres ilyen pályázat kerül benyújtásra, mert ez egy lökést adhat a megye egészének. Eddig tartott az októberi Mintagazda. Egy hónap múlva újra jelentkezünk a legfrissebb mezőgazdasági információkkal. Addig is információkért látogassák weboldalunkat, viszontlátásra!